Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves hetedikesek! Nevem Pósa Kenyeres Boglárka, és az Oromi Arany János Általános Iskola matematika tanára vagyok. Az elmúlt két órán ugye elkezdtünk a sokszögekkel foglalkozni, általánosan beszéltünk a sokszögekről, a mai témánk pedig a szabályos sokszögek. Most ugye, hogyha osztályteremben volnánk, akkor megkérdezem, hogy vajon mitől szabályos egy sokszög? Mely sokszögeket hívhatjuk szabályos sokszögeknek? Kicsit gondolkodjunk el rajta, és remélem, hogy a ti véleményetek és az enyém majd meg fog egyezni. Segítségül, már ide is tettem egy kis képet, ami segíthet, hogy vajon mitől szabályos egy sokszög, illetve hoztam a mindennapi életből néhány példát, ahol találkozhatunk szabályos sokszögekkel. Hogyha megvizsgáljuk ezeket a sokszögeket, amelyekről már tudjuk, hogy szabályosak, és az eddigi előtudásotokat, hogyha összeteszitek, akkor remélem, hogy mindannyian azt mondjuk, hogy a szabályos sokszög olyan sokszög, amelynek mindegyik oldala egyenlő hosszú, és a belső szögei mind egybevágóak egymással. Vagyis ugye egyenlő nagyságúak. Tehát egy sokszög attól szabályos, hogy minden oldala és minden szöge egyenlő nagyságú. A mellékletben hoztam egy animációt, itt láthatunk szabályos sokszögeket. Nézzük végig. Ezek mind-mind szabályos sokszögek. Mi már ugye a három és négy oldalú szabályos sokszögekkel megismerkedtünk az elmúlt évek során. Részletesen beszéltünk a tulajdonságaikról. A mai órán pedig általánosan minden szabályos sokszög tulajdonságáról fogunk beszélni. A szabályos sokszögek egyik fontos tulajdonsága, hogy mindig konvexek. Az ábrán láthatunk szabályos, vagyis egyenlő oldalú háromszöget, szabályos négyszöget, ami ugye a négyzet, szabályos ötszöget, szabályos hatszöget, és hát így folytathatnánk a sort, de elég nekünk ez a négy is ahhoz, hogy meglássuk, hogy a szabályos sokszögek mindig konvexek, ugye minden szögük konvex. A szabályos n-szög belső szögeinek a mértékét, az alfát, megkapjuk, ha a belső szögeinek az összegét elosztjuk az n-szög oldalainak a számával. Látunk itt az ábrán egy szabályos ötszöget, ugye attól szabályos, hogy minden oldala, illetve minden szöge egyenlő nagyságú, és hogy ezek a szögek mekkorák, a definíció szerint ugye úgy kapjuk meg, hogy a belső szögek összegét elosztjuk az oldalak számával. Az elmúlt órákon már megtanultuk, hogy hogyan is számoljuk ki a belső szögek összegét, ugye oldalak száma mínusz 2-ször 180 fok, és a jelen esetben ezt az oldalak számával el kell osztani, és már meg is kapjuk, hogy egy szabályos sokszögnek, általánosan egy szabályos n-szögnek, hány fokos egy belső szöge. Ennek tudatában töltsük ki a táblázatot, mint mindig most is javaslom, hogy írjuk fel először a képletet. Ugye egy belső szöget úgy számolunk ki, hogy n-2-ször 180 fok per n. Tehát a belső szögek összegét elosztjuk az oldalak számával. Nézzük ezt akkor gyakorlatban. A szabályos három szögnek hány fokos a belső szögeinek az összege? Ezt ugye már illik fejből tudni, de ellenőrizzük le. 3 mínusz 2 az 1, 1-szer 180 az ugye 180, és azt 3-mal osztjuk, akkor 60 fok. Remélem, a nagy többség emlékszik, hogy tavaly ezt már tanultuk, hogy a szabályos vagy egyenlő oldalú háromszög minden szöge 60 fokos. Nézzük, mi a helyzet a négy szögekkel. Remélem, hogy erre is emlékszünk.
nézzük, 4 mínusz 2 az ugye 2, ször 180 az 360, és hogyha 4-gyel elosztom, akkor 90-et kapunk. Gondoljunk itt a négyzetre, téglalapra, mint ismert négyszögre, ugye? És tudjuk, hogy a belső szögek összege per 4 adja meg a 90 fokot, tehát a négyzetnek ugye egy belső szöge 90 fokos volt. Nézzük, hogy hány fokos egy szöge az 5 szögnek. Ugye 5 mínusz 2 az 3, 180-szor 3 az 540, és ezt az 540-et el kell ugye 5-tel osztanunk, és azt kapjuk akkor, hogy a 108. Tehát a szabályos ötszögnek egy belső szöge 108 fokos. Nézzük, mi a helyzet a szabályos hatszöggel. Ugye 6 mínusz 2 az 4, 180-szor 4 az 720, és ezt a 720-at, hogyha osztjuk 6-tal, akkor azt kapjuk, hogy az 120 fok. Tehát a szabályos hatszögnek egy belső szöge 120 fok. Nézzük, mi a helyzet a szabályos 8 szöggel. Ha behelyettesítjük, 8 mínusz 2 az 6, 180-szor 6, az ugye 1080, és ezt az 1080-at kell nekünk 8-szal elosztani, és az 135 fok lesz, tehát a szabályos 8 szögnek egy belső szöge 135 fokos, és maradt a 12 szög. A 12 szögnél ugye az n-2 az 10, 10-szer 180 az 1800, és ezt az 1800-at osztjuk 12-vel, akkor az 1... az 150 fok lesz. Tehát a szabályos 12 szögnek egy belső szöge 150 fokos. A szabályos n szög külső szögeinek az összege 360 fok. Mivel azt tanultuk az elmúlt órán, hogy mindegyik sok szögnek 360 fok a külső szögeinek az összege, akkor ebből következik, hogy a belső szögeknél is ennyi lesz. A szabályos n szög külső szögének nagysága, mondjuk jelöljük alfa 1-jel, egyenlő 360 fok per n. Tehát úgy kapjuk meg az egy külső szögét, hogy a külső szögek összegét, ugye a 360 fokot elosztjuk az oldalak számával. Nézzünk egy feladatot. Azt mondja, számítsuk ki a szabályos 12 szög külső szögeinek a nagyságát. Tudjuk, hogy az n az 12, és hát keressük az alfa 1-et. A képlet ugye itt van fenn, abba csak behelyettesítünk. Alfa 1 egyenlő 360 fok per 12, és ez egyenlő 30 fokkal. Tehát a 12 szög külső szögeinek a nagysága 30 fok. Ezt a képletet is jegyezzük meg, nagy segítségünkre tud lenni, hogyha ismerünk oldalszámot, hogy meg tudjuk a külső szög nagyságát határozni. Nézzünk egy másik feladatot. Hány csúcsa van annak a szabályos sokszögnek, amelynek egyik belső szöge 135 fokos? Tehát egyik belső szöge, és az a kérdés, hogy hány csúcsa van. A csúcsok száma megegyezik az oldalak számával, tehát kereshetjük az n-t is, ugye? Ismerjük az egyik belső szögét, hogy az alfa 135 fok, és hát keressük a az oldalak számát, ami egyben ugye a csúcsok száma is. Tudjuk azt, hogy ezt meg tudjuk úgy kapni, hogy
ha az alfa 1 egyenlő 360 fok per n-nel, tehát egy külső szöget úgy kapunk meg, hogy a 360 fokot n-nel elosztjuk, akkor ebből az n-t pedig úgy kapjuk meg, hogy a 360 fokot elosztjuk a külső szöggel, és mivel mi a belső szöget ismerjük, de tudjuk azt, hogy egy külső és egy belső szög nagysága mindig 180 fok, ugye tavaly már ezt is megtanultátok, ebből következik, hogy az alfa 1 az 180 fok mínusz 135 fok lesz, vagyis az alfa 1 az 45 fok lesz. Így akkor, hogyha a képletbe behelyettesítjük, n egyenlő 360 fok per 45 fok, és az 8 lesz. Tehát 8 oldala, illetve 8 csúcsa van annak a szabályos sokszögnek, amelynek egyik belső szöge 135 fok. Nézzük a szabályos sokszögek néhány tulajdonságát. A szabályos sokszög oldalfelező merőlegesei és szögfelezői mind egy pontban metszik egymást. Ez a pont a körülírt és a beírt kör középpontja. Tehát minden szabályos sokszögnek van körülírt és beírt köre. Nagyon fontos tulajdonságuk a szabályos sokszögeknek, hogy mindegyiknek van körülírt és beleírt köre. És ezt úgy határozzuk meg ezeknek a középpontját, hogy a szabályos sokszög oldalfelező merőlegesei és szögfelezőinek a metszéspontját kell meghatároznunk. A szabályos sokszögek tengelyesen szimmetrikusak. Egy n oldalú szabályos sokszögnek n darab szimmetria tengelye van. Látjuk, hogy itt egy háromszög, három darab szimmetria tengelye van, a négyszögnek négy, és így tovább. Tehát ez is egy fontos tulajdonság, hogy ahány oldala van a szabályos sokszögnek, annyi szimmetria tengelye is van. Ha az oldalak száma páros, akkor a szimmetria tengelye szemközti oldalak felezőpontjain halad át, ha páratlan, akkor a szimmetria tengelye az egyik oldal felezőpontján és a szemközti csúcson halad át. Látjuk, hogy a háromszögnél páratlan oldalszámok, tehát akkor az oldalfelezőn és a szemközti csúcson halad át, hogyha páros, akkor pedig a szemközti oldalak felezőpontján. És nézzünk még egy feladatot. Hány szimmetria tengelye van annak a szabályos sokszögnek, amelynek mindegyik belső szöge 60 fokos? Tehát mindegyik belső szöge 60 fokos, és az a kérdés, hogy hány szimmetria tengelye van. Az előbb már megtanultuk, hogy annyi szimmetria tengelye van, ahány oldala van, tehát akkor n-t keresünk. Ugye ismerjük az alfát, amely 60 fok, és keressük az n-t. Tehát annyi szimmetria tengelye van, ahány oldala, és így az n-t keressük. Az előbbiekben megtanultuk, hogy az alfa 1, egy külső szög, az megegyezik a 360 fok per az oldalak száma, és hogy ebből következett, hogy egy oldalt úgy kapunk meg, hogy a 360 fokot elosztjuk egy külső szöggel. Ugye tudjuk, hogy egy külső és egy belső szögnek az összege 180 fok, így akkor a külső szöget könnyen meghatározhatjuk, 180 fok mínusz 60 fok, vagyis az 120 lesz. Tehát akkor n egyenlő 360 fok per 120, vagyis a válasz az, hogy ennek a szabályos sokszögnek három szimmetria tengelye van. Remélem, hogy érthető volt, és elsajátítottátok, amit mára terveztem nektek. Köszönöm szépen a figyelmet, végezetül itt még néhány szabályos sokszöget beraktam nektek. További jó munkát kívánok!